Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy heti jóslás március 27-éig. Itt látható egy jóindulatú férfi. Valaki közeledik hozzád jó szándékokkal. Itt látható egy új kezdet, változások. Lesz egy jó hír, és pontosan azt kapod meg, amit te most elvársz tőle, vagy elvársz másoktól. Itt látható az otthonod és a nappali szoba, azon kívül itt az ajándék, tehát valaki meglátogat téged, megajándékoz téged, vagy valamit megszépítesz az otthonodban. Nagy szerencse vár rád is, és rá is. Hamarosan lesz itt egy találkozás. Itt látható egy jóindulatú nő, vagy a te környezetedben, vagy az ő környezetében, de ez a jóindulatú nő eltávolodik, hiszen itt van a tolvaj, tehát elveszi ezt a kártyát, ez a kapcsolat le lesz zárva. Azt is jelentheti, hogy te vagy ez a jóindulatú hölgy, és mivel itt van melletted a tolvaj, a te jóindulatodat mások kihasználják. Lehet, hogy anyagiak terén, az is lehet, hogy rabolják az idődet, rabolják az energiádat. Van itt valaki a háttérben, aki gondol rád. Itt ez a kártya utal egy katonára, de ez jelentheti a hivatalos dolgokat is. Lehet, hogy az ő gondolata, és nála kell rendezni ezeket a hivatalos dolgokat, vagy egy bírósági ügyet. Itt van a szerencse, az anyagiakat illetően szerencse, a szerelmet illetően. Itt az anyagiak újra megjelennek, tehát nyeremény lesz, de ez egy hosszú út, tehát légy még kicsit türelmes. Az is lehet, hogy szerencse az anyagiakat illetően, szerencse a szerelmet illetően, és ez elkísér téged hosszan, tehát az élet utadon. Nála megvan az a remény, hogy megkapja az elismerést, de itt van a tolvaj, tehát eltávolítja ezt, az azt jelenti, hogy ő például sokat dolgozik, de nem kap megbecsülést érte. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható, és itt van mögötted az elismerés, és ez a gazdag férfi, ami lehet egy anyagi segítség is, de jelenti a belső értékeket is, hogy te számára nagyon értékes vagy. És most megtekintjük az egyes napokat, hétfő. Itt láthatóak ezek a kártyák, utalnak erre a napra. Egy jó indulatú személy közeledik hozzád. Lehet, hogy visszatért a múltból, régóta vártál erre, itt szerencséd lesz. Kedd. Itt lesznek megújulások, vagy egy új kezdet. Ez a férfi áll most a középpontban, gondolsz rá. Itt vannak anyagiak, lehet, hogy neki intézni kell az anyagiakat, vagy azt is jelentheti, hogy ez a férfi értékes számodra. Esetleg jön anyagi segítség. Szerda itt látható. Lesz egy jó hír, egy találkozás, és itt a szerelem áll a középpontban. Csütörtök, itt megvannak nálad az elvárások, és ez a jó indulat, azon kívül a pénz, az közeledik hozzád. A pénz, az jelentheti a belső értékeket is. Péntek itt látható, középen van a tolvaj, és itt ez a környezetedben. Tehát légy óvatos, mert előfordulhat az, hogy valaki el akar tőled lopni valamit. Ez nem csak az anyagiakat jelentheti, hanem lopja az idődet, lopja az energiádat, kihasznál téged. Ami fontos, hogy
itt nemet mondj, ne engedd meg azt, hogy mások kihasználjanak téged, és akkor itt meg lesz az elismerés. Nem csak nálad van ez így, hanem nála is. Szombat az itt látható. Ez a kép utal az otthonodra, és ez a férfi gondol rád is, és gondol az otthonra. Ez lehet egy közös otthon, vagy lesz egy meghívás, vagy meg akar látogatni téged. Vasárnap, itt látható ez a katona, az jelentheti azt, hogy valaki parancsolgat neked, mint egy katonatiszt, de lehet, hogy jó indulattal, mert segíteni akar ez által, de ha ez megsért téged, akkor azért védd magadat, légy te is olyan, mint egy katona. Tehát mondd ki a véleményedet. Itt ez a gazdag férfi jelentheti azt, hogy lesz anyagi segítség, de ő parancsolgat neked, mert akkor ez az elvárása. Vagy azt is jelentheti, hogy te véded magadat, mert kimondod azt, amit akarsz, és ez a gazdag férfi utal akkor arra, hogy így megkapod az elismerést, mert te értékes vagy számára. És itt lesz egy ajándék, egy kellemes meglepetés. Azt is jelenthetik a kártyák, hogy eddig volt olyan magabiztos és parancsolgatott, de most lesz egy ajándék, tehát abba hagyja, és más lesz a tartása, másképp kezel téged, mert kimutatja azt, hogy te értékes vagy számára. Ott vagy mellette, tehát feléd tekint. Javulni fog a helyzet. És ez volt a felvétel. Én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!